Szervusztok, gyerekek, itt a Jóságos Faszopó bácsi beszél, és a legfontosabb, hogy iratkozzatok fel a csatornámra és lájkoljátok a videót, hogy a Jóságos Faszopó bácsi idővel híres videós legyen, és rengeteg pénzt keressen ebből is. Köszönöm. Nem, srácok, csak én vagyok az. És a mai videóban témaként elhoztam nektek a Doomer, Boomer, Bloomer, Zoomer 4-esnek a következő tagját, amiről még nem beszéltünk, ez pedig a Zoomer. A Zoomer, ugye a Z kezdőbetű az a Z generációra utal, tehát lényegében a legfiatalabb generáció erre a korunknak, és ez a legfiatalabb tagja a mém figuráknak is, vagy minek hívhatjuk ezeket. És a zoomerek ugye teljesen a digitalizációban nőttek föl, a social media világában, és mindig a legújabb őrületnek az éllovasai, tehát mindig a legújabb social médiának vagy platformnak, jelenleg például ugye a TikToknak, ez az ő fő platformjuk, de aztán valószínűleg amint jön majd az új hype, már váltani is fognak, és annyira nem követem már ezeket a nagyon új social médiákat olyan szinten, de gyanítom, hogy TikTok előtt meg a Snapchatet nyomták, szóval mindegy is. A lényeg, hogy amint jön az új hype, már váltani is fognak, és nem tudom mi a TikTok után, de biztosak lehetek benne, hogy a zoomereket ott fogjátok találni. És a ugye már kitárgyalt boomerek, korábban kitárgyalt boomerek, és által nagyon szeretett boomerek, és a zoomerek között feszül egyébként egy ellentét, ami nagyon sok mindenben megmutatkozik, és ennek az ellentétnek a mentén jól meg is lehet mutatni, hogy igazából mi az a zoomer, mit értünk alatta. Ugye a zenei ízlésben is például ott van a boomer. A boomer szereti a Metallicát, az AC/DC-t, meg ilyeneket hallgat. A zoomer pedig leginkább ugye a mai divat zenét, de nem a pop zenét, hanem egy kicsit az ilyen menőbb divat zenét hallgatja. Tehát itt nyilván nem Justin Bieber, hanem leginkább az ilyen SoundCloud-ról berobbant mumble rappereket, Lil Pumpot, Lil Xand, Bad Baby-t, jó, ő nem onnan robbant be, de az mindegy, XXXTentacion, stb. Tehát ezekben a zenékben mozog, illetve ezen a vonalom, mindig nyilván a legújabbat hallgatva. Játékok terén ugye a boomer az kvékezik, kedvenc GTA-ja a Vice City, és a zoomer pedig Fortnite-ozik, Overwatch-ozik, és nyilvánvalóan a GTA 5 a kedvenc GTA-ja. Míg a zoomer az például Valorant-ozik, addig a boomer az cségózik. Tehát így már azért érezhetőek a különbségek kettő között, és ugye, hogy mi is az a zoomer, ami lényegében tényleg a boomernek egy ilyen ellenpólusa. És a kettőjük közötti ellentétben egyébként gyakran a boomeri az erkölcsi győzelem a mémeken. Tehát ugye ez ott jelenik meg nyilván, hiszen mémekről beszélünk. Például ugye a zoomer az hallgatja, van egy olyan ilyen mém videó is, hogy a zoomer az hallgatja a mumble rappet a telójáról, és akkor megjelenik egy doomer, egy kazettás magnóval a vállán, és üvölt az AC/DC, és akkor a zoomer meg így besír az idegtől, ilyen vörös lesz a feje, és így zokog, meg üvölt. Tehát, és sok hasonló ilyen jellemzi kettőjüknek a kapcsolatát. És ugye a zoomer ábrázolására erősen rányomja a bélyegét a legfiatalabb generációkkal szembeni általános megnemértés, és ellenszenv a többi generáció részéről. Ugye ez az a ilyen ellenszenv, amit minden korszakban megfigyeltünk, ugye minden korszakban az idősebb generáció az jellemzően így lenézi a fiatalabbat, nem érti, bezzeg az én időmben, meg ezek a dumák, vágjátok. És mivel most jelenleg a zoomer a legfiatalabb generáció a világunknak, mármint most úgy tekintve, hogy amelyik már így valamelyest ugye, tehát öntudatra ébredt, tehát nem gyerekek, hanem már azért ilyen öntudatosan cselekvő emberek. Tehát értitek, mert így gyerekek az nyilván mások gyerekek. És itt ezek meg már így kezdenek így kamaszodni, és kezdenek önálló dolgok és gondolataik lenni. Tehát nyilván így értem a legfiatalabb generációt. És ugye ők ezáltal, mivel ők a legfiatalabbak, le vannak nézve a többi generáció részéről, meg ugye nyilván meg sem értik őket. És az ábrázolásokban is a zoomerek nyilvánvalóan az Z-generáció legrosszabbjait jelenítik meg sztereotíp módon. Szóval nekem ebből az ábrázolásból egyébként átjön más is, és lehet, hogy ezt csak így beleláttam, mert szeretem ezeket így túl gondolni, de én látom a zoomerben egyébként azt a frusztrált elveszettséget, amit
csak a legújabb generáció élhet át, ami csak a legújabb generációt jellemezheti. Ugye azt a frusztrációt, amit a social media világába való belenövés jelent, hogy ők már ebben nőttek föl, és ugye a social media az arról szól, hogy lényegében mindenki a képetbe dörgölje a látszólagos vagy valódi menőségét, és ugye, ha te ehhez nem érsz fel, akkor vesztes leszel akár saját szemedben, akár mások szemében. És ugye ők ebben nőttek bele, nekik már minden a social media, ők már úgy születnek, hogy kb. Felregisztrálnak a Facebookra, és akkor így vannak megszületve hivatalosan, kis túlzással. És de tényleg azonnal elkezdik ezeket használni, amint egy kicsit elkezdik ugye a saját dolgaikat csinálni, kijönnek a gyerekkorból, lehet, hogy amúgy már ott is, szerintem nem egy épp egészséges dolog, de nehéz kitárni a mai világban, mit lehetne ezzel tenni. És vagy akkor lényegében a világ felét zárnád el ezektől az emberektől, a mai világ felét, ha letiltanád a gyerekeket a Facebookról, meg ilyenekről, ami lehet jobb is lenne, de minden egy másik téma. És az a lényeg, hogy köztudott, hogy a social médiában, ahogy már mondtam, mindenki a legjobb oldalt mutatja, vagy még valami annál is jobbat, tehát valami kamut, valami emberfeletti konstans boldogságot, szuper párkapcsolatot, tudatos bulikat, kurva jó nyaralást, minden. És nyilván ez sokszor nem fedi a valóságot, vagy nem a teljes valóságot fedi, hanem annak csak egy kisebb szeletét. És én látom a zoomerekben ezt, a mémeken is, ugye ők mindig a végtelenségig frusztrálódnak, lényegében ez a sok ilyen mémnek a táptalaja, hogy például amikor látják a boomerek lazaságát, meg hogy szarnak mindenre, szarnak a boomerek, szarnak a divatosságra, a menőségre, jól érzik magukat úgy, hogy vannak, nem érdekli őket, hogy hogy néznek ki, mi a divat, hogy most mi lenne menő, hanem ők meghallgatják az AC/DC-t, külön egy kis sörhasuk bejönnek a laza kinyújt pólójukba, semmit nem divatolnak, és basznak az egész, és jól érzik magukat, és ettől a zoomerek, az ilyen mémekben jellemzői szarrá frusztrálódnak, és nekem ez mutatja egy kicsit azt, amit ők ugye átélnek, hogy ebben az állandó megfelelésben mindenkinek, amit a social media rájuk kényszerít, így nem bírják annyira feldolgozni, hogy van, aki annyira laza, hogy leszarja az egészet, és kívül lép ezen a mátrixon, beveszi úgymond a piros kapszulát egy bizonyos értelemben, nem úgy, mint a doomer, egy kicsit máshogy, inkább ilyen, hogy mondjam, lelkisíkon, és akkor kivonja magát tényleg ebbe az egészbe, és a zoomer ezen kiég, mert ő ugye már ebbe van bezárva, ugye a környezetem meg a szocializációja által. Szóval az esetében a mémek, hiába a mémek azt sugálják, szerintem a zoomereket sem kell mind szarembernek gondolni, és nyilván neki is jár némi megértés, és így most kicsit kiebb lépve, de ezen a vonalon, tehát én sose szeretem azt, hogy a idősebb generáció a fiatalokat így lenézi, meg jel, meg az én időmben. Én nem vagyok erre képes, nem tudom, azért, mert még fiatalnak érzem magam szellemben, vagy csak én ilyen, nem tudom, ilyen butha vagyok. De szerintem ez nem egy fasz a dolog, mert én mindig arra gondolok, hogy fiatalom, én is olyan voltam, mint most, én is hordtam az akkori hülye ruhát, a bőgatyát, meg a piros csukjás pulcsit, mert láttam a Limp Bizkit klipbe, meg hallgattam a legújabb zenét, meg játszottam egy újabb játékot, meg mit tudom én, tehát ugyanolyan voltam, mint a maiak, fiatal, új a világon, és a magam útját jártam, meg annak a generációnak az útját, és most már nyilván nem így élek, ilyen maradt abból a dolgokból a személyiségemben, de már nem így élek, már felnőttem, úgymond. De én nem tudok így haragudni a fiatalokra, meg ez a konstans lenézés nyomni, amit sokan nyomnak rájuk, mert minek? Tehát ők most élik a fiatalságukat, majd fejlődnek, szellemileg megérnek, de most azt a korszakot élik meg úgy, hogy szerintem egy fiatalnak meg kell. Szerintem egy fiatalnak így kell lennie egy kicsit szemben a világgal, a maga generáció közegében és a többi generációval egy kicsit így úgymond szembe menve. De viszont én sose azt látom, hogy a fiatalok, hogy szembe mennek az új generáció, a régebbi generációkkal, de sose azt látom, hogy a fiatalok támadnák az idősebbeket, ők igazából csak el vannak a maguk dolgával, maximum máshogy csinálják a dolgokat, mint a idősebb generációk, viszont az idősebb generációk meg emiatt folyton támadják őket, amire szerintem semmi szükség.
Úgyhogy a Zoomerről ennyit akartam így elmondani, ez az én meglátásom vele kapcsolatban, meg amit én levonok az egészből. Köszönöm, ha meghallgattad a videót, ha tetszett, tolj like, kúró like-ot, és mindenképpen iratkozz is föl, mert ez tök jó lesz neked. Na, szevasztok! Majonéze, ketchup e mustardé. Majonéze, ketchup e mustardé. Majonéze, ketchup e mustardé. Mayonnaise, ketchup, mustard.